Senki sem veheti el az Egyesült Jobboldali Szövetségtől a választásokon való indulásjogát. Ezt hangsúlyozták a Jobboldali Szövetség vezetői azt követően, hogy a Központi Választási Iroda a vasárnapi ülésén úgy döntött, a szövetség nem indulhat a június 9-i választásokon. A Mentsétek meg Romániát szövetségből, a Népi Mozgalom pártjából és a Jobboldal Ereje pártjából álló Egyesült Jobboldal szövetség nem indulhat a június 9-i európai parlamenti és helyhatósági választásokon. A Központi Választási Iroda, vagyis a bírákból, az Állandó Választási Hatóság vezetőiből és a parlamenti pártok képviselőiből álló testület elutasította a Jobboldali Választási Szövetség megalapításáról szóló megállapodás iktatását. A döntést azzal indokolták, hogy a bejegyzett pártok nyilvántartásában szereplő adatok szerint a PMP elnöke Krisztián Diákonescu, azonban nem az ő aláírása szerepel az Egyesült Jobboldal Szövetség megalapításáról szóló dokumentumban. A szövetség vezetői szerint a PSD támadta meg az Egyesült Jobboldali Szövetség iktatását a Központi Választási Irodánál, amely ennek alapján politikai döntést hozott. Megpróbálnak megszabadulni tőlünk, egyértelműen félnek tőlünk, de mi nem hátrálunk meg, nyilatkozta Ludovik Orbán. Demokratikus fegyverekkel és érvekkel, valamint olyan demokratikus módszerekkel fogunk harcolni velük, amelyekre szüksége van Romániának, hogy az emberek jobban éljenek ebben az országban. Félnek tőlünk, de mindenek előtt félnek az emberektől, mert rosszul, visszaélések révén kormányoztak, mert loptak, lábbal tiporták a törvényeket, adókat emeltek meg, és a bürokráciát növelték, hogy saját embereiket tudják bizonyos posztokra elhelyezni. Félnek az emberektől és attól, hogy az állampolgárok szabadon élhetnek szavazati jogukkal, mert tudják, hogy el fogják veszíteni a választásokat. A Központi Választási Iroda döntését megtámadták a legfelsőbb bíróságon, amely sürgősségi eljárással legkésőbb keddig jogerős ítéletet hoz az ügyben. A PMP elnöke Eugen Tomák reményét fejezte ki, hogy a bíróság igazságos döntést hoz, és a román állampolgárok június 9-én egy erős alternatívára szavazhatnak.